A két nyeretlen csapat meccsét a vendégek kezdték jobban, de a cápák az első negyed közepén átvették a vezetést, és 6 pontos előnnyel vonulhattak az első rövid pihenőre. A folytatásban is hullottak a kosarak, jó százalékkal dobtak a játékosok, így 20 perc játék után 59-49 volt az állás. Fordulás után kapaszkodni kezdett a Pécs, és a harmadik negyed végén utól is érte ellenfelét. A záró 10 percben egy ideig fejfény mellett haladtak a csapatok, aztán 6 ponttal eléptek a vendégek. A hajrában 2 pontra ugyan felzárkózott a Nyíregyháza, de a pécsiek az utolsó percben hibátlanul büntetőzve megszerezték első győzelmüket, a cápáknak pedig még várniuk kell első sikerükre. Véletlenül mindkét csapat nagyon nehéz helyzetben volt, és ők tudták ezt behúzni. Hiába játszunk nagy részt jól, sajnos meg kell nyernünk meccseket, tehát ez kevés ebben a ligában, hogy jól játszunk, ezt meccseket kell nyerni, illetve azt is fel kell tudni dolgozni, a sikert is, tehát az első fél időben nagyon excellent játszottunk, arra fel kell készülni, hogy nem biztos, hogy második fél időben ilyen parádés lesz minden. Ezt a Pécs nagyon jól kihasználta, és azt gondolom nem érdemtelenül nyert. A vendégek edzője a győzelemnek örült, de nem volt teljesen elégedett csapata játékával. Nyíregyháza dobtott 60 pont első fél idő, de ez volt katasztrófa. A másik fél idő, mikor kezdünk kicsi jobb játszunk, videkezni kicsi jobb játszunk, egy-egy szituáció, Johnson ellen, lépés, és csináltunk egal, és végre kicsi szerencsék volt, mi dobtott 2-3 pontos, Nyíregyháza rossz dobtott, végre volt, és szerintem végre jó meccs mi játszunk, de videkezni nagyon rossz volt. A mérkőzésen 8 pontot szerző Busz Iván szerint két olyan találkozó vannak túl, amelyeket meg kellett volna nyerniük. Bosszantó ez a vereség, a múltkorival hasonlóan alakult sajnos. Nagyon sokáig kezünkben volt a mérkőzés, megint 2 szemjegyű előnyünk is volt, és sajnos tisztában vagyunk vele, hogy mi vagyunk az újoncok, tehát nem sok meccsen lépünk új pályára, mi vagyunk a favoritok, és egy szóval sem mondom, hogy a Kecskemét és a Pécs gárdája nem egy jó csapat, de ez a két meccs volt, amire úgy gondolom, hogy mi voltunk az esélyesek, és nyernünk kellett volna hazai pályán, és az eredmény sokáig úgy állt, úgyhogy bosszantó nagyon. Most érkezik 4 mérkőzés, amin muszáj javítanunk, és megmutatni, hogy ezeket a periódusokat ki kell tolni, és meg kell tanulnunk már öltözőben is, amit a tálkos, meccseket nyerni, mert nem elég, hogy szépen és olykor látványosan játszunk. Néha csúnyán is kell győzelmeket szerezni, mert szeretnénk bennmaradni az élvonalban mindenképp. A forduló további eredményei a következők: Sopron atomerőműese 109-107, Szombathely Szolnok 82-69, Kaposvár Oroszlány 63-68, Kecskemét Zalaegerszeg 68-65 és Debrecen Albafehérvár 88-73. A tabellát a 4 győzelemmel álló Szombathely vezeti, amíg szintén hibátlan Debrecen is körment előtt. A Szeged, a Nyíregyháza és az atomerőműese még nem ért mérkőzést. A két cápák szerdán Székesfehérváron lépnek pályára.